Európa bajnokság és olimpia is színesítette a 2021-es évet, ráadásul a pécsi úszók rendkívül sikeres esztendőt tudhatnak maguk mögött. Kenderesi Tamás egy EB bronzéremmel és egy olimpiai negyedik hellyel, Konkol Zsófia 3 EB arannyal és egy ezüstéremmel, valamint a paralimpián 2 Európa csúccsal és egy paralimpiai rekorddal, ami 1 arany és 2 ezüstérmet jelent, Iván Bence pedig egy EB bronzéremmel és egy paralimpiai 9. hellyel gazdagodott. Ez nagyon régi hagyomány nálunk, és mindig nagyon figyeltünk arra, hogy a közösséget ezt építsük mindig, folyamatosan foglalkozunk vele, mert hogyha jó a közösség, akkor utána jönnek az eredmények. A Covid miatt sajnos ezt nem tudtuk most 2 éven keresztül megtartani, de hát közben jött most egy olimpia, és úgy gondolom, hogy ha már példaképek úsznak itt a gyerekek között, akkor mindenképpen egy beszámolóval tartoztunk még az egyesületünk részére. Amikor tolódott az olimpia, meg az Európa-bajnokság, akkor mi ezt úgy fogtuk föl, hogy kaptunk plusz 1 évet, nagyon hamar elment ez az 1 év, és úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon szépen kihasználtuk, úgyhogy nagyon jó eredményeket értünk el, úgyhogy az, hogy 3 úszónk is kim volt az olimpián, illetve a paralimpián, az egy nagyon szép eredmény, és az, hogy milyen eredményeket értek el, az pedig habatortán. A sportolók méltán példaképei a PSN ZRT fiatal úszóinak. A szakosztály tagjai köszöntötték a sikeres versenyzőket, akik egy kerekasztal beszélgetés során buzdították és látták el jó tanácsokkal a fiatalokat. Azt tudom tanácsolni, tényleg nagyon sokan voltak, hogy tényleg azért küzdjenek, amit szeretnének elérni, és hogyha higgyek el, akkor adjanak bele mindent. Hát mindig PSN-ném a hagyomány, van egy ilyen évelei köszöntő, amit a múlt évről beszélgetünk. Árpi szervezte, úgyhogy nagyon köszönöm neki, hogy itt lehettem, meghívott minket, és örültem, hogy fiatalok előtt szerepelhettünk. Hát nagyon jól esett, igazából nem gondoltam arra, hogy én kapok ilyen díjat is, ilyen emlékplakettet, vagy nem is tudom, ami egyébként nagyon szép, úgyhogy innen is köszönöm, nagyon így jó volt meg. Jó, hogy kicsit beszélhettem itt a fiatalokhoz, mert kicsit ilyen különlegesebb volt, mert kicsit ilyen családiasabb hangulat volt. Sok fele megyek, hála Istennek, így előadásokat tartani magamról, ami egyébként könnyű, de így még könnyebb, hogyha ilyen nagyon házon belül vagyunk. Kitartás az a legnagyobb alapja az úszásnak szerintem. Legyen meg mindenkinek a célja, a motivációja ahhoz, hogy jól teljesítsen az edzéseken, és hát a nehéz időszakokban is tovább kell menni. De ezt még nem mondtam, de majd mondani fogom, hogyha valakinek valamilyen kérdése van, akkor írjon rám, hogyha már így nem mer megszólítani esetleg itt a színpadon. Az est meglepetés vendége, Konkol Zsófia példaképe, Sors Tamás, világcsúcstartó, többszörös paralimpiai világ és Európa bajnok úszó volt, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a parasport és a parasportolók iránti érdeklődés világszinten. Furcsa volt, ez most egy olyan esemény volt, ahol én mint vendég voltam, és nem mint sportoló, azért megszoktam, hogy itt a művelődési házban én mindig sportolóként vettem részt. Most nagyon abszolút egy kívülálló szurkolója voltam az eddigi eseményeknek, és ami most legutóbb volt Tokióban. Jó volt nagyon látni őket, jó volt találkozni a volt úszótársakkal, jó volt látni a jelenlegi úszókat, akik de csomó ismeretlen arcon, akiket én még nem is ismerek, abszolút egy csomó új úszó, új fiatal, úgyhogy lehet, hogy itt majd nagyon nagy nevek és eredmények fognak születni. Abszolút ez egy javuló tendenciát mutat. Most a tokiói paralimpián is nagyon komoly figyelemmel volt a verseny, és volt több élő közvetítés is a médiában, aminek szinte nagyon örültem. Ez már azért Rióban is, meg Pekingben is, meg Londonban is nagyjából megmutatkozott, de én azt látom, hogy egyre jobban érdekli a társadalmat és az embereket, hogy mi is ez a paralimpia, ugyanúgy szurkolnak, és ugyanúgy magyarok vannak kint, akik képviselik a hazájukat. A PSN ZRT kiemelkedő versenyzői és edzői emlékplaketteket kaptak, valamint Konkol Zsófia egy serleget is átvehetett Sors Tamástól. A rendezvény jótékony célt is szolgált. A sportolók és edzők által felajánlott állateledelt a Misina Természet és Állatvédő Egyesület kapta meg.